Karcagra látogatott a Mikulás, F. Kovács Sándor adventi üzenete, új üzem Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 6-án 18 óra 5 perckor. Színházi előadás, mézes kalácsütés, kézműveskedés, ügyességi játékok várták a Dériné Kulturális Központban a családokat szombaton. Sótiné Szatmári Dóra igazgatóval arról beszélgettünk, milyen programokkal várták ma a gyerekeket. Élettel telt meg ma a Dériné Kulturális Központ épülete. Hosszú idő után azért nagyon jó ezt a gyerek zsivajt hallani, meg itt a mozgást látni a házban, hiszen délelőtt már egy színházi előadáson vehettek részt azok, akik eljöttek hozzánk, az Ezüst Mackó című mesejátékot láthatták. Délután 3-tól pedig adventi játszóházba várjuk a családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Itt a hátunk mögött éppen mézes kalácsot sütnek az óvónénik segítségével a gyerekek, illetve fent a második emelet is megtelt élettel. Kézműves foglalkozások, társas játékok, papírszínház, babakuckó várja a gyerekeket, kis ügyességi játék, úgyhogy igyekeztük élettel megtölteni a házat. Felajánlásból kaptuk, ahogy minden évben Mészáros Zsolttól és kedves családjától kölcsön ezt a gyönyörű szánt, amit ide beállítottunk a ház elé, mint egy selfie pontként, és egész nap készültek a családi fotók, gyerekek fotói. Mézes kalács illat lengi be itt az utcát, most jöttem be éppen, és messziről lehet érezni a mézes kalácsot is, illetve a kürtős kalácsot is, úgyhogy ott is hosszú sor áll, úgyhogy gyönyörű fényben úszik az egész város, azt kell, hogy mondjam, és igyekeztünk mi ehhez még hozzájárulni a Városháza segítségével, egy kis hangulatot varázsolni, adventi készülődést varázsolni itt a ház előtt is. Mondta az igazgató, aki szólt a feldíszített városról és a Dérinéről, a városba érkező Mikulásról is, akit nagyon vártak a gyerekek. Hogy már most úton van, bízunk benne, hogy hamarosan érkezik. A Facebookon követhetik nyomon a Dériné Kulturális Központ oldalán, hogy merre jár a Mikulás. Az előbb az egyik nagyáruháznak, a Kisújszállási úton a nagyáruháznak a parkolójában volt éppen. Ahogy láttam a videó felvételt, a kollega, ahogy bejelentkezett, rengetegen várták, úgyhogy nagyon örülünk neki, hiszen most ebben a vírusos időszakban a korábban megszokott fényképezkedés, amit nagyon szerettek a gyerekek, családok, az nem megvalósítható, de hát ha ezzel egy kis örömet okozunk mindenkinek, és mindenkinek a Mikulás csomag is megérkezik hamarosan az otthonába is. Mint megtudtuk, a mai nap után a Városháza udvarára várják december 20, 21, 22-én Karcagváros lakosságát. Délelőtt az óvisoknak, kisiskolásoknak készülünk programokkal, délután pedig a felnőtteknek, 16 órát felnőtteknek, illetve a családoknak, 16 órától 19 óráig töltjük meg zenés programokkal a Városháza udvarát, sztárvendégeink is lesznek, illetve a városi kórusok, városban működő kórusok fognak föllépni, iskolai, illetve felnőtt együttesek. Betlehem lesz majd kirakodóvásár, és 22-én pedig 200 méternyi sült kolbász lesz majd kóstolható szintén itt a Városháza udvarán, illetve a Városháza hátsó parkolójában. Úgyhogy erre is nagyon készülünk. A mézes kalácsot a Zöldfa úti óvoda dolgozóival egész délután sütötték a gyerekek. Mint Harsányiné Szabó Ilona tagóvoda vezetőtől megtudtuk, sok karácsonyi figura közül a legnépszerűbb a rénszarvas volt ezen a napon. A gyerekeknek mézes kalács sütéssel vártuk itt az asztalnál. Hagyományosan a ünnepi körhöz hozzátartozik a mézes kalács sütése, és ez
az óvodánk ezt most fölvállalta, és itt ebbe a terembe várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretnek egy kicsit otthon is segíteni a szüleiknek, és együtt az anyukájukkal itt elkészíthetik a mézes kalácsot, amit majd díszként otthon a karácsonyfára majd fel tudnak akasztani. Bodnár Tíme a édesanyjával sütött mézeseket, de a többi kézműves foglalkozáson is örömmel vettek részt. Nálunk már egy karácsonyi hagyománnyá vált, hogy a család együtt süt mézes kalácsot szenteste. És milyen formákat használtok otthon? Hát mindenfélét igazából. Kedvelt formám a karácsonyfa. És akkor ilyenkor mindenkinek megvan, hogy ki mit csinál? Nem, szabadon választhatjuk ki, hogy mit szeretnénk. A tésztát azt gondolom azért anya gyúrja még be, vagy abban is segítesz már neki? Hát ez a nyolcadikos vagy. Igen, szoktam segíteni mindig benne. És milyen, amikor kisül a mézes kalács? Mindenki örül annak, hogy saját készítésű mézes kalácsát kézbe veheti? Igen, persze. Sokkal jobb, mint a bolti. És szeretsz egyébként is karácsonyra saját készítésű ajándékot készíteni? Tehát ne áruljuk el, mert meglepi lesz, csak hogy készülgetsz-e. Igen, már készülök meg a képeslapokat is, magam csinálom, úgyhogy igen. Miért fontos a saját ajándékkészítés? Tehát ezt miért hatott fontosnak? Mert teljes szívből adja az ember, és azt ugye mi csináljuk, szóval mégiscsak különlegesebb, mint ha megveszik a boltba. A Mikulás megérkezésekor F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő gyújtotta meg az adventi koszorún a második gyertyát. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselő az előzőekben meggyújtotta a második gyertyát. Nagyon sokan voltak itt, akik várták ezt a gyertyagyújtást. Önnek mit jelentett ez a mai nap? Igen, nagy öröm. Nagyon sok gyermekes család van. Én is a fiaimmal érkeztem ide a Dériné elé. És nagyon öröm, és látszik az, hogy az advent, a karácsony, a családok, a gyermekek, a szülőknek, és mindannyiunk ünnepe. Ilyenkor egy kicsit magunkba fordulunk, egy kicsit befelé nézünk, elhagyjuk azokat a gondokat, azokat a problémákat, amiket egész évben magunkra vesszük, és ilyenkor egymásra figyelünk, a családra, szülőkre, nagyszülőkre, gyermekekre és unokákra. Én azt gondolom, hogy ez az időpont, az advent és a karácsony időpontja, a lelki béke, a nyugalom időpontja, és mindenképpen, hogy a szeretetről szól. Fogalmazott a gyertyagyújtás után a politikus, aki felidézte saját gyermekkorát is. Visszaemlékszünk a mi gyerekkorunkra, ez egy csodálatos időszak volt. Egy csodálatos álom, egy legszebb része az évnek, és ezt akarjuk továbbadni a gyerekeknek, unokáknak, hogy ők is érezzék azt, hogy milyen csodálatos a karácsony, az adventi időszak, és nem csak az ajándékozásról, hanem a közös vacsorákról, a közös ebédekről, az összejövetelekről szól. Én azt gondolom, hogy aki itt van, és aki nem is tud itt lenni, az átérzi ennek az ünnepnek a csodáját, a csodálatos adventet, a csodálatos karácsonyt. És hát beszéljünk azért egy kicsit a Mikulásról is, hiszen a mai nap ezért is fontos. Nagyon sokan várták, hogy megérkezzen városunkba a nagyszakállú. Így van, én már találkoztam, amikor lovas kocsival Karcagon jár körbe a Mikulás. Mindenhol az utcákon várták gyerekek, szülőkkel, nagyszülőkkel. Én azt gondolom, hogy egy csoda ez az egész, egy öröm, egy ünnep, és hát nagyon vártuk mi is a Mikulás, és hát nagyon vártuk gyerekkorunkban is, és ugyanúgy várjuk, amikor a Mikulások, a Jézuskák, mi vagyunk szülők, nagyszülők, és ugyanolyan örömet tudunk okozni a gyermekeknek, remélem, mint amilyenek örömet nekünk okoztak szüleink, nagyszüleink, akár 20, 30, 40 vagy 50 eszendővel ezelőtt. Tehát a szeretet, az öröm okozás az mindenképpen örök, és ez meg fog maradni mindörökké. 51 megváltozott munkaképességű ember számára biztosítanak munkát Karcagon, a Prohumán kezdeményezésében létrejövő papíripari üzemben. Hatalmas hittel indultunk el 2018-ban, de őszintén megvallom, nem hittem, hogy már a tízszeresére fogunk bővülni. Folyamatosan igyekszünk újabb lehetőségeket keresni és teremteni arra, hogy segítsünk munkalehetőséget létrehozni azok számára, akik kicsit speciálisabb feltételek között tudnak csak dolgozni, mondta megnyitójában Ignác Béla, a Prohumán ügyvezetője, aki szólt arról is, hogy 15 ezer embernek biztosít munkát cégük. A legbüszkébbek, amire vagyunk, hogy a 20. legnagyobb foglalkoztató vagyunk jelen pillanatban Magyarországon.
Több mint 15 ezer munkalehetőséget kínálunk éves szinten a munkavállalóknak, legyen szó diákmunkáról, nyugdíjas munkáról, és több mint 7 ezer főnek főállású munkavállalási lehetőséget is biztosítunk. A 7 ezer főből közel 400 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik nálunk, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez az első alapján itt számunk közel 6%-a. Ebből is látszik ezekből az adatokból, hogy milyen fontos számunkra az, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóknak is lehetőséget biztosítsunk. Milyen fontos az, hogy egyébként tudatosan fejlesztjük ezt a területet. Több száz munkalehetőség van nálunk, ahogy jeleztük. Amikor mindennapokban vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek vannak, és azt milyen emberekkel tudjuk ellátni, akkor a mindennapi gyakorlat visszaigazolta azt, hogy számos területen lehet megváltozott munkaképességű emberekkel is együttműködni, és az ő teljesítményektől is képesek vagyunk különböző outsourcing típusú tevékenységeket végrehajtani. Ezen lehetőségek, illetve ezen gyakorlati tapasztalat figyelembevételével az elmúlt időszakban tudatosan fejlesztünk Magyarországon. Ennek egyik ékes példája a mai átadásunk is. A magyar kormány jelentős összeget támogatja a jövőben is, és idén is a rehabilitációs munkahelyeket. Miért tartják ezt fontosnak? Olyan gazdasági növekedésért dolgozunk, amelyben mindenki haszonélvező lehet. Az elmúlt időszakban bizonyította, hogy a munkahelyek bővítése pont abban a szegmensben volt a legjelentősebb, ahol egyébként a legnehezebb vagy leghátrányosabb helyzetű munkaerőpiaci csoport van, így a megváltozott munkaképességű emberek esetében. Az elmúlt 11 évnek az 1 millió fős munkahely bővítésében 150%-kal nőtt a megváltozott munkaképességű embereknek a célcsoportjának a foglalkoztatási rátája. Ezen az úton szeretnénk tovább menni. Az ő esetükben a foglalkoztatás az egy gazdasági döntés, hiszen mégiscsak egy gazdasági társaság döntéséről van szó, hogy valakit felvesz vagy nem, és egyben egy szolidaritás vállás kifejezése is, ezért duplán értékes, duplán hasznos az ő munkahelyük. Ha jól emlékszem, 50 milliárd forintot mondott 2022-re, kik pályázhatnak majd? 2022-ben is kiemelten fogja támogatni a kormány azokat a foglalkoztatókat, akik misszió szerint többségében megváltozott munkaképességű embereket dolgoztatnak. 50,1 milliárd forint forrás jut erre a támogatásra. De ezen kívül természetes szövetségesként, együttműködéként tekintünk azokra a piaci szereplőkre, akik egyébként bármilyen pozícióban, piaci körülmények között vesznek föl megváltozott munkaképességű embereket. Ennek az együttműködésnek köszönhetjük azt, hogy ma már 160 ezer honfitársunk dolgozik, akinek egyébként a munkavégző képessége megváltozott, és az ő példájuk a legjobb bizonyíték arra, hogy lehet, hogy megváltozik a munkavégző képessége, de az akarata, hogy pénzből, bérből, jövedelemből tartsa el magát és a családját, az sosem változik meg. Megnézte a Karcag üzemet, milyennek találta? Ugye ebben a szegmensben kiemelte jelentős a könnyűiparnak a jelenléte, itt is egy papírmunkára épülő üzemről beszélünk, és azt látjuk és azt tudjuk mondani, hogy itt sokan vannak olyanok, akik egyébként korábban a segély virágából csöppentek bele a munkában. Azt mondja, a kormányzati politikának a segély helyett munka elvnek, ez egy nagyon jó bemutató helye például egy ilyen üzem. Vannak, akik évek óta nem tudtak munkához jönni, vannak, akik korábban, még 2010 előtt adott esetben csak segélyen tudtak tengődni. 2010 óta egy éles váltás volt az elmúlt három év kormányzati ciklusában, hogy ez bátran hozzá kell nyúlni, nem szabad gyávának maradni, mint előtte a baloldali kormányok, és ezen a területen, ahol a foglalkoztatás politikának kiemelt jelentősége van, nem csak munka, hanem közösségteremtés szempontjából is, igenis segíteni kell megváltozott munkaképességű embereket, ezen az úton szeretnénk tovább folytatni. F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselőt kérdezem, mit szól ehhez az új üzemhez? Mindannyian nagyon örülünk, hiszen hogyha egészség van és munka van, akkor minden van. De az egészség bár egy kicsit sérül,
de mellette munka van, akkor már nagyon sok dolgot lehet pótolni. Lehet a közösséget, lehet a jövedelmet, és lehet az értékeket, az önbecsülést, és a termelési értéket is mindenképpen növelni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen beruházás túlmutat azon a gazdasági értéken, amit termel. Hiszen közösséget hoz létre, önmegbecsülést erősít, és én azt gondolom, az itt dolgozók mindenképpen jól járnak, és az egész magyar társadalom jól jár, mert számíthatunk egymásra, és számíthatunk rájuk is. Országgyűlési képviselőként ön is megszavazta, hogy jövőre több mint 50 milliárd forintot igényelhetnek munkahelyfejlesztésre a csökkent munkaképességek foglalkoztatói. Azt gondolom, ez egy jelentős összeg. Így van, hiszen nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy mindenki tudjon dolgozni, mindenki tudjon értéket teremteni, akkor is, hogyha egy betegséggel, egy rokkantsággal, csökkent munkaképességgel éli az életét, akkor is a társadalomnak szükség van rá, értéket tud termelni, és minden ország, minden nemzetnek számítani kell minden állampolgárára, mert az állampolgár is számíthat az országra, és az ország is számíthat az állampolgáraira. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik az internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!